Március 31-én a Városi Könyvtárban tartott lakossági fórumot az önkormányzat a főtér bővítéséről és a településképi arculati kézikönyv készítéséről. Mint Mészáros Judit főépítész elmondta, az arculati kézikönyv az építtetők felé fog ajánlásokat tartalmazni, ami segít megőrizni Gödöllő építészeti hangulatát. A lakosság, civil szervezetek, cégek javaslatait várják az illetékesek, április 20-áig a főépítészi fogadóórákon vagy e-mailben a főépítész@gödöllő.hu címen a városban található jó példák tekintetében, ami lehet egy követendő épület, kerítés, kapu, lámpa vagy hangulatos utcarészlet, amihez hasonlóból több kellene a városban. A javaslatot fotóval és indoklással célszerű ellátni. A főépítész bemutatta a fórumon a főtér bővítési lehetőségeit a régi városháza lebontása után, ami főként parkosított dombot tartalmaz játszóparkkal, színpaddal, de nyilvános illemhely is kerül a domb belsejébe egyéb kiszolgáló egységekkel a parkoló felől. A jelenlegi városháza bővítésének tervei is bemutatásra kerültek. Itt a mozi és a városháza közötti terület beépítésével alakulna ki egy ügyfélfogadótér, tanácskozó és rendezvényterem, valamint egy kávézó a mostani árkád alatt korszerű gépészettel. A terveket a hozzászólók jónak tartották, de kérdésként fogalmazódott meg, hogy miért kell lebontani a volt polgármesteri hivatalt. Dr. Gémesi György polgármester elmondta, hogy nem lebontani, hanem felújítani szerették volna a télen hideg, nyáron forró városházát, de erre nincs Gödöllőnek közel 2 milliárd forintja. A kormányhivatal térítésmentesen sem vette át, a vállalkozói hasznosítás pályázatára senki nem jelentkezett, a lakossági közvéleménykutatás alapján pedig sem kereskedelmi, sem lakófunkciót nem kaphatott volna az épület. Az új városházába való átköltözést az is sürgette, hogy ott diákszállót akart nyitni a tulajdonos, amit a lakosok elleneztek, továbbá, hogy az önkormányzat sok feladatát és dolgozóját átvette a kormányhivatal. Lakossági kérdések között elhangzott, hogy a bontás, építkezés hogyan fog zajlani, hogy le lehet-e bontani a kópáruházat is, hogy miért nem lehet ezt a pénzt az építésjogilag rendezetlen Vasvári Pál és Lázár Vilmos utca építésére költeni, hogy lesz-e McDonald's Gödöllőn, hogy a polgármester miért nem válaszolt a Facebookon valakinek a kérdésére, vagy hogy át lehet-e helyezni a főtérre a Petőfi szobrot. Volt, aki egy új épület elnevezésére tett javaslatot, volt, aki érdeklődött a polgármester országos politikai szerepvállalásáról, mások keveselték a műalkotások elhelyezését a tervekben, és szóba került, hogy miért nem renoválja a város az állami tulajdonú egyetemi utakat. A főtérről szóló fórumot kéretlen közbeszólásaikkal zavarókat a többi résztvevő is többször rendre utasította.